Felvették az Erdélyi Magyar Értéktárba és a Hungarikum Bizottság elé terjesztenek három erdélyi értéket, a székelykapukat, mint kulturális örökséget, illetve dr. Torma Zsófia, az első magyar régésznő és Kibédi Mátyus István orvostudós és enciklopédikus életművét, döntött az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság mai gyűlésén. A Magyar Értéktárba való felvétel a székely közösség identitás szimbólumának megőrzésére hívná fel a figyelmet, ugyanakkor hangsúlyozná a kapuk nyilvántartásának és turisztikai hasznosításának fontosságát is, valamint elismerné dr. Torma Zsófia és Kibédi Mátyus István úttörő munkásságát, részletezi az RMDS közleménye. Az elmúlt évben a bizottsághoz 22 értéket terjesztettek fel, ebből 8-at vettek fel az Erdélyi Magyar Értéktárba. Napjainkban még közel 500 székelykapu található Székelyföldön. A kapuk legnagyobb része nem szerepel a hivatalos műemléki nyilvántartásban, és a legtöbb településen helyi védelmet sem élvez.